Jó napot kívánok, engedjék meg, hogy ezt a Fiat Albiát megmutassam önöknek. Ez egy jó kis gazdag felszereltségű autó. ABS-t találtam benne, illetve klímát, és azt is, hogy a gazdaja foglalkozott vele. 1.4-es benzinmotor, 78 lóerő, ha minden igaz. Itt minden tiszta, rendezett, szépen jár a motor, úgyhogy ezt be is csukogatnám, ezt a motorház tetőt. Állandó segítő társaim jelen pillanatban nincsenek itt, keresem őket nagy erőkkel, remélem meg fogom találni, mert kicsit elegem van belőle, csak egyedül kell dolgoznom itt a kereskedésben. Na és akkor folytassuk tovább az autó bemutatását. Kötvényszóró van rajta, gyönyörű szép bordó metal színben ragyog ebben a kellemes tavaszi napsütésben, majd hogy nem, nyári napsütés van. Az autó klímás, ugye, mint mondottam, szép zöld hővédő üvegekkel van ellátva, és jó gumik vannak rajta elől, hátul, ezek egy nyári gumik jelen pillanatban ezen az autón. A műszaki vizsgája az jó egy év, 2015 és 6. hóig van, és ha már így a 6. hóról beszélgetünk, tehát jön a nyár nem sokára, ebben a csomagtérben bőségesen elférnek a nyári utazáshoz szükséges holmiaink, és még bővíteni is tudjuk, ugye egy lenyitható hátsó támlával 40-60%-ban nyithatóak. Nézzük meg akkor a hátsó ülést is meg itt, hogy minden rendben legyen. No, hát előkerültek a gazfickók, tehát itt van Zokni fej Feri és Zokni fej Peti, és láttam, hogy már korán délelőtt már itten egy Jägermeisternek a üvegét felpattintották, úgyhogy elég szomorú a dolog, hogy csak nekem kell tényleg dolgoznom, de fő a barátság, és ez a legfontosabb dolog, tehát szeretetben, békességben el vagyunk itt az M3 autóparkban, én dolgozom, ők pedig isznak, úgyhogy köszönöm szépen. De hát folytassuk tovább akkor ezzel a 35.278-as kilométeróra állással, és hogyha leállítjuk és újraindítom, akkor biztos tudhatjuk, hogy ha én ezt a kulcsot elfordítom, akkor ez be is fog indulni. Szépen jár, hogy előbb ezt hallottuk, és elalszik minden cseklámpa, azaz minden rendben van az autóval. No, akkor van itt bordkomputer, ugye innen tudjuk ezzel a kis kapcsolóval, elektromos tükrök, elektromosak az ablakok benne. Ez egy kormány, ez egy szervókormány, és ugye látszik, hogy nagyon szép a bordázata, tehát az a kilométert azt igazolandóan érezhető ezen az autón. Aztán itt a jó kis váltógombocskája, az autó ugye klímás, ez működik benne, természetesen a kötfényszóró és a gyári zene, ami kellemesen szól benne. Kettő légzsák ugye jobbról-balról, aztán itt az autónak a kis könyvecskéi, amiben meg tudjuk nézni, hogy mi hogy működik és miért működik benne. A kormányunk is, az ülés magasságunk az pedig állíthatóak, a kulcsai pedig ugye megvannak. Szia! Tehát ezt tudtuk róla elmondani, egy szép állapotú kis Fiat Albiát néztünk meg itt az M3 autóparkban. Kérem, jöjjenek be hozzánk és nézegessék meg önök is ezt az autót még közelebbről.